Jó estét kívánok kedves nézőinknek, ez az Oxigén Televízió regionális híradója január 10-én pénteken. A hónap végéig érvényesek a lakossági parkolóbérletek. A legélhetőbb városok közé került Győr, és Eduarda Amorim lett az évjátékosa az Európai Kézilabda Szövetség szavazása alapján. A részleteket hamarosan mondjuk, de előtte nézzük ma esti kiemelt híreinket röviden. Felújítás, a Tuha utcai bölcsödét fejlesztették Győrben. Veszélyes, tilos a befagyott tavakra rámenni. Alkufer Kupa, 18. alkalommal rendeznek kispályás tornát a Magvasiban. Szeles idő jön, adásunk végén mondjuk a részleteket. Mintegy 150 millió forintból újult meg a győri Tuha utcai bölcsöde. Az ünnepélyes átadón Mátray Anikó, az intézmény központi vezetője beszédében azt mondta, reggelente, mikor munkához látnak a felújított épületben, pedagógus kollégáival úgy érzik, hogy otthonról eljöttek haza. Amint egy 40 éves intézményben 66 gyermek nevelését látják el, mostantól könnyebben telnek majd a mindennapok. Befejeződött a Tuha utcai bölcsőde felújítása Győrben, ennek ünnepélyes átadóját tartották pénteken délelőtt. Az eseményen Mátray Anikó, a Tuha utcai bölcsőde központi vezetője, beszédében azt mondta, reggelente, mikor munkához látnak a felújított épületben, úgy érzik a pedagógus kollégáival, hogy otthonról eljöttek haza. Tulajdonképpen mi most teljesen megújultunk kívülbelül, rengeteg eszközt kaptunk a projekt keretén belül, ez egy topos pályázat, aminek keretében teljesen megújult a bölcsöde. Külső szigetelést kaptunk, belül is különböző munkálatok voltak, ami a bölcsöde felújítást illeti, tehát nagyon-nagyon sok munkálat folyt itt. Amellett nagyon sok eszközt szereztünk be, bútorzatot, gyermekbútorokat, játékeszközöket, udvari játékokat. Azt mondhatom, hogy 90%-ban kicserélődött a bútorkészletünk, és teljesen megújult a bölcsödénk. Az ünnepségen Kara Ákos országgyűlési képviselő a közintézmények felújításának fontosságát. Erről beszélt. Egy komplex energiakorszerűsítési program keretében sikerült ezt az épületet, intézményt megújítani. Így most már nem csak a szakmai kiválóság, hanem az épület mindennapi adottságai lehetősége is lehetővé teszik azt tényleg, hogy példaként tekintsünk erre az intézményre. 154 millió forint összegű beruházásról beszélünk, amit a város egészített ki. Ebben van kormányzati, önkormányzati, illetve uniós forrás. Kovács Tamás, a körzet önkormányzati képviselője az elmúlt évek sikereiről és fejlesztéseiről beszélt. Aki jött ide most az átadóra, az is látta azt, hogy itt 50 méteren belül az elmúlt években egy bölcsöde, egy óvoda és egy iskola újult meg. És én ezt szeretném megköszönni mindenkinek, az országgyűlési képviselőknek, a polgármester úrnak is, hogy ebben mindent megtettek. Amint egy 40 éves intézményben 66 gyermek nevelését látják el, mostantól könnyebben telhetnek majd a mindennapok. Január 31-ig érvényesek a lakossági parkolóbérletek, erre hívja fel a figyelmet a Győrszól. Ezt azok igényelhetik, akik fizetős parkolási körzetben laknak. Az ár nem változott, a 2020-as évre is 3900 forintba kerül. Akiknek tavaly is volt megállási engedélyük, azok igénylő lapon újíthatják meg jogosultságukat. Azok, akik korábban nem rendelkeztek lakossági parkolóbérlettel, vagy időközben valamely adatukban változás történt, továbbra is csak a szükséges igazolások bemutatásával intézhetik az engedély kiváltását. Befagytak Győr tavalyi a tartós hidegnek köszönhetően a városban, szinte az összes állóvizenő vékony jégréteg alakult ki. A Győrszól felhívja a figyelmet, hogy a jégre menni nem csak tilos, de életveszélyes is. A napok óta tartó hideg időjárásnak köszönhetően szinte az összes tó befagyott Győrben. Sokan nyúlnak ilyenkor a korcsolyákért, hogy kipróbálják a természetes vizeken, azonban fontos tudni, hogy ez szigorúan tilos és életveszélyes. Az elmúlt napok hideg éjszakai időjárása miatt vékonyan ugyan, de befagytak a városi tavak. Éppen ezért a Győrszó ZRT a közterületi tavak kezelőjeként fölhívja a figyelmet arra, hogy a tavak jegére rámenni szigorúan tilos. Ez most a napokban különösen veszélyes, hiszen vékony a jég mindenhol. Győr tavaira és a folyókra egyébként a jégvastagságtól függetlenül tilos rámenni, hívja fel a figyelmet a Győrszól. A városi tavak jegére mindig
tilos rámenni. Ennek fő oka a biztonság és a baleseteknek a megelőzése, és ugyanez a fokozott tiltás érvényes természetesen a folyóvizekre is, hiszen a folyóvizek jege mindig nagyon bizonytalan, a víz alatti áramlások, a víz alatti meder alakulatok soha nem engedik meg azt, hogy biztonságos jég képződjön a folyókon. A téli időben is többen sétálnak vagy sportolnak a folyók menti sétányokon. A vizek mellett lecsapódó pára viszont csúszósá teheti ezeket az utakat, érdemes erre is odafigyelni. Vízparti sétányokon, ahol bizony nem is kell olyan nagy hidegnek lenni, ahhoz, hogy akár a páralecsapódás miatt csúszásveszélyes helyzetek alakulnak ki. Ezért arra szeretnénk fölhívni a figyelmet, hogy aki a vízpartra látogat, és az újjáépített városi patkákon, a Mosoni Duna partján, vagy a Ráva partján, a Virágpiac térségében, vagy a Radósziget környezetében, akár sétál, akár sportolni jön ide ezekre a nagyon szép helyekre, egy picit legyen óvatosabb a szokásosnál. A természetes vizek helyett tehát, aki korcsolyázni szeretne, annak a műjégpályát kell használnia. A legélhetőbb városok közé került Győr. A város csaknem 54%-os eredménnyel a 20. helyen végzett egy ingatlan iroda felmérésében. Összesen 80 települést rangsoroltak Győr-Moson-Sopron megye városai, országos összevetésében az ingázási és vándorlási adatokban szerepeltek a legjobban. A munkahelyre történő utazásban Győr és Sopron is kimagaslóan jó, 90% feletti eredményt ért el. Győr abban is kiemelkedik, hogy sokan választják új otthonuknak. Legyenek ingyenesek a banki utalások, ezt szorgalmazza a Nemzeti Bank. A jegybank szerint ugyanis a hazai bankoknak magasak a díjai, ezzel pedig nem érvényesülnek az azonnali fizetési rendszer kedvező hatásai. Azt írták, minden banknak nyújtania kell olyan mindenki számára elérhető lakossági számlacsomagot, ami alacsony számlavezetési díj mellett lehetővé teszi korlátlan számú átutalást. Ennek megvalósítását a Nemzeti Bank kiemelt ügyként kezeli. Jótékonysági futás immár második alkalommal. Szilveszter napján összeálltak a győri és környéki futók, állatbarátok, akik adományaikkal könnyebbé tették a győri állatmenhelyen élők és dolgozók mindennapjait. Mintegy 80 fős futócsapat indult el a tervezett 5 kilométeres szakaszra a marcalvárosi kiserdőbe. Jó néhány hónapra elegendő eledel gyűjt össze, és rengeteg pokróc, valamint pléd, amelyek melegfekhelyként szolgálnak a hideg napokon. Jó néhány hónapra elegendő eledel és számtalan pokróc gyűlt össze a győri állatmenhely kislakói számára. Az idei szilveszter napján is összeálltak a győri és környéki futók, állatbarátok, akik adományaikkal könnyebbé tették az intézményben élők és dolgozók mindennapjait. A tavaly nagy sikerrel és rengeteg adománnyal záruló jótékonysági futást szeretnék hagyománnyá formálni a szervezők. Ezt tavaly találtuk ki, hogy csinálunk szilveszter napján egy ilyen közösségi futást. Elég jó a győri futók közösség, sokan vagyunk összetartóak, és így találtuk ki, hogy akkor szilveszter napján az állatok nem bírják ezt a tűzijátékos történetet, nem is tudom, hogy tudom ezt jól megfogalmazni, és ilyen címszóval indult, hogy a petárdáját inkább a menhelynek vásárolja valami ételt, vagy az aktuális, ami éppen kell a menhelynek. Ezért a szervezők idén is felvették a kapcsolatot a menhelyel annak érdekében, hogy valóban a szükséges dolgokat tudják összeszedni a számukra, így az eledeleken kívül érkezett macskaalom, használt ágynemű, valamint plédek, amelyek meleg fekhelyként szolgálnak a hideg napokon. Most már második alkalommal szervezik meg a részünkre ezt a jótékonysági futást, illetve állataink részére. Ez nekünk nagyon sokat jelent, mert a tavalyi alkalommal is több hónapra elég macskahalmot szedtek nekünk össze, ami nagyon nagy segítség volt, mert azt ugye vennünk kell, mert az folyamatosan fogy. Idén leginkább most már kutyaeledelre kellett gyűjtenünk, mert macskahalom az most a karácsonyi időszakban összegyűlt. Nem sokkal később aztán érkezik a mintegy 80 fős futó csapat a marcalvárosi kiserdőbe, és kezdetét vette a bemelegítés. A résztvevők száma szinte megduplázódott az idei jótékonysági futásra. Nagyon örülök, tavaly nem volt ekkora nagy létszám, de viszont akkor is már látszódott, hogy ez az esemény ez valószínűleg sok embert fog majd megmozgatni, úgyhogy én személy szerint nagyon örülök neki.
A tervezett táv 6 kör volt, mintegy 5 kilométer, de a legfontosabb a jótékonykodás mellett az volt, hogy érezzék jól magukat a résztvevők. Az Audieto KC kézilabdázója Eduarda Amorim lett a tavalyi év játékosa az Európai Kézilabda Szövetség szavazása alapján. Az EHF a hónapok legjobbjaiból állította össze a listákat, ezekre voksolhattak a szurkolók. A brazil-magyar kettős állampolgárságú átlövő a győriekkel a bajnokságban, a Magyar Kupában és a BL-ben is a legjobbnak bizonyult. A férfiak között egyébként a Veszprém szerb irányítóját, Petar Nenadocsot választották a legjobbnak. Újonccal találkozik vasárnap a győri Audieto KC. A zöldfehérek az idén feljutó Szombathelyhez utaznak egy bajnoki 60 perc erejéig. A találkozó előtt a győri csapatból Esztel Enzeminkóval beszélgettünk várakozásairól. For sure it was, Nehéz időszakon vagyunk túl, hiszen sokan ott voltak a világbajnokságon, ahol rengeteg nehéz meccset játszottunk. Aztán éppen csak visszaértünk, de már is jött a Fradi elleni rangadó. Ez azért elég erős kezdés volt így az új évre, de elvégeztük a munkát. Persze mindig lehetne még jobban is játszani, de úgy gondolom, hogy a szezon ezen szakaszában inkább az a fontos, hogy begyűjtsük az összes pontot. Eredményesek voltunk tehát, de nem volt könnyű az elmúlt pár hét. Most viszont van időtök a felkészülésre, mennyire más most a helyzet? Jó, hogy most visszatudtunk állni az egyhetes ritmusba, így a pihenésre és az edzésre is sokkal több idő jut, ez pedig jót tesz a csapatjátékunknak is, fontos, hogy legyen időnk. A Szombathelyhez utaztok vasárnap, újoncok a bajnokságban, hiszen idén jutottak fel. Mit vársz a meccstől? Máshogy kell készülni egy olyan csapatra, amit egyáltalán nem ismertek? Amióta itt vagyok Győrben, azt tapasztaltam, hogy mi elsősorban a saját játékunkra koncentrálunk, és kevésbé foglalkozunk azzal, hogy ki az ellenfél. Így ebben az értelemben nem lesz változás most sem. Továbbra is azon szeretnénk dolgozni, hogy együtt építsük a csapatot és gyakoroljunk. Minden meccset komolyan veszünk, ez most is így lesz. A hétvégén rendezik meg a 18. Alkufer kupát a Magvasi sportcsarnokban. A hagyományos labdarúgó tornával egyben Horváth Ferencre is emlékeznek a résztvevők. A torna szombaton reggel 9 órakor kezdődik az A és B csoport mérkőzéseivel, majd délután bonyolítják le a C és D csoportok küzdelmeit, ahol többek között az Eto és a Gyirmat is pályára lép. A hétvégén rendezik meg a 18. Alkufer kupát a Magvasi sportcsarnokban. A hagyományos labdarúgó tornával egyben Horváth Ferencre is emlékeznek a résztvevők. A csapatok felkészülését szolgáló kupa immár 15-ször állít emléket az egykori gyirmóti főtámogatónak. Az a célunk, hogy felkészülést biztosítsunk, termet biztosítsunk a csapatoknak, akik fel szeretnének készülni a bajnokságra. Másodlagos célunk, hogy megemlékezünk az alapítóról, ahol Horváth Ferencről, hogy ő alapított az Alkufer Kft-t. Jelenleg a két fia tulajdonolja és irányítja a céget. Másrészt, pontosabban harmadrészt, ugye gyűjtünk a szívkatéterezés Győr alapítványnak a teljes jegyárbevételt, az adománygyűjtőben összegyűlő adományokat. Ezeket kiegészíti a két tulajdonos egy összegre, és akkor ezt a teljes bevételt úgymond átutaljuk ennek az alapítványnak. Az idén a megszokottakhoz képest korábban rendezik a tornát, de így is minden csapat elfogadta a meghívást. Az idei évben is 16 csapatunk lesz, 4x4 csapatos csoportban. 3 új csapatunk van, aki korábban nem volt, a Bábon, a Komárom-Esztergom megyéből, megye egyből, a Fehérvár Csurgó, aki egyébként Fehér megyei, másodosztályú. Ott van egy nagyobb telephelye a cégünknek, az Alkufer Kft-nek, és ezért őket hívtuk meg, egyébként őket szponzoráljuk is. És harmadik a Győr-Szent Iván együttese. A torna szombaton reggel 9 órakor kezdődik az A és a B csoport mérkőzéseivel. Először a Bábolna csapata száll harcba a Bágyok Szobát ellen, valamint szintén délelőtt játssza a mérkőzéseit a Lipót Pékségese is, akik az elmúlt 3 évben rendre felemelhették a győztesnek járó serleget. Majd délután bonyolítják le a C és a D csoport küzdelmeit, ahol többek között az Eto és a Gyirmót is pályára lép. Én úgy érzem, hogy idei évben is a Lipót talán a legesélyesebb, az előzetes beszélgetések alapja, hogy ki milyen csapattal érkezik, hogyan készül.
Másodszorban a Gyirmót, aki egyébként 9-szeres bajnok, ő is komolyan veszi ezt a kupát, már csak azért is, mert ugye az Alkofert Kft. A főszponzora ennek az egyesületnek, úgyhogy mindenképp presztízs nekik is. Az Eto is azt gondolom, hogy komolyan veszi a tornát, ők is egyébként egyszeres bajnokok. Aztán még meglátjuk, mert mindig szokott lenni fekete ló. Vasárnap reggel rájátszások kezdődnek, melyek komoly izgalmakat ígérnek. A bronzmeccs 4:06-kor kezdődik, és hogy melyik csapat nyeri az idei tornát, az a 17 óra 35 perckor kezdődő mérkőzés után derül ki. Az Alkofer Kupa mellett még egymás ellen is játszik felkészülési mérkőzést a Gyirmót FC és az Eto. A két győri csapat szombaton 11 órakor találkozik az Alkofer stadionban. Az Eto kerete alaposan átalakult, több játékos távozott, 4-en pedig érkeztek. A hétvégi meccsen kívül a zöldfehérek a Pápával és a szlovákiai Somorjával játszanak majd felkészülési mérkőzést. A Gyirmót egyelőre csak Szilvási Péter távozását jelentette be. Felújítás, a Tuha utcai bölcsödét fejlesztették Győrben. Veszélyes, tilosabb befagyott tavakra rámenni. Alkofer Kupa 18. alkalommal rendeznek kispályás tornát a Magvasiban. Most pedig, ahogy műsorunk elején ígértük, nézzük, hogy milyen időnk lesz a hétvégén. Szombaton élénk, olykor erős lökésekkel kísért északnyugati szél fúj, a reggeli párásság gyorsan eloszlik, napos, az évszakos átlagnál jóval enyhébb idő alakul ki. A legerősebb széllökések a déli órákban elérhetik a 40-60 km/h, majd estig fokozatosan legyengül a légmozgás. Éjjel szélcsendes idő, párásság, terjeszkedő kötfoltok és gyenge fagy várható. Vasárnap gyenge légmozgásra számíthatunk. Előreláthatólag hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap, de reggel előfordulhatnak párás, ködös tájak is. A jövő hét első felében ismét stabil, anticiklonáris helyzet épül fel. Tartósan, jelentős időjárási eseményektől és frontoktól mentes, az évszakos átlagnál enyhébb idő alakul ki. Változóan napos, felhős, párás, ködfelhős időjárás lesz jellemző. Az éjszaka sűrűsödő ködmezők, rétegfelhőzet helyenként egész nap megmaradhat. Számottevő csapadék nem érkezik, a sűrűbb ködfoltokban viszont előfordulhat szitálás. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió január 10-i hírműsorát látták. Friss híradóval legközelebb hétfőn este 7 órakor várjuk majd Önöket ide a képernyők elé. Munkatársaim nevében is köszönöm egész heti figyelmüket. Kellemes hétvégét és jó éjszakát kívánok. A viszontlátásra! Thank you.